Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves nagykanizsaiak és a környékről érkezettek. Köszönöm szépen, hogy ilyen kedvesen fogadtak. Látom, technikai problémák voltak. Én nem tudom pótolni, tehát nem fogok táncolni. Hanem helyette, ha megengedik, inkább szeretnék néhány olyan gondolatot megosztani ma délután önökkel, amelyeknek a megbeszélése hitem szerint szükséges ahhoz, hogy jó döntést hozhassunk április 9-én. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ha vetnek egy pillantást a mögöttem látható feliratokra, akkor olvashatják azt a szót, azt a kifejezést, hogy magyar szolidaritás. Amikor a mögöttünk hagyott háromnegyed évben megpróbáltunk minden magyar embert megkérdezni arról, hogy hogyan értékeli, mit mondana legszívesebben a mögöttünk hagyott 15 évről, mit hiányolt abból a korszakból, akkor egy olyan kép rajzolódott ki a szemünk előtt, részben gyűléseken, részben levelekben, részben az általunk kikézbesített kérdőívekre adott válaszokban lelhetjük föl. Egy olyan vélemény bontakozott ki a szemünk előtt, amely arról beszélt, hogy a mögöttünk hagyott 15 év az nagyon nehéz időszak volt. Az egész rendszerváltás, az átmenet a diktatúrából a demokráciába, a bizonytalan, inkább kelet felé hajló világból, a nyugat-európai világba, sok fájdalommal, sok erőfeszítéssel, sok lemondással járt. És az a világ, amiben most élünk, az nem az a világ, mint ahova szerettünk volna 15 évvel ezelőtt eljutni. És amikor kérdezgettem, hogy mégis van-e szó, vagy kifejezés, amivel le tudják írni a mögöttünk hagyott 15 évet, mert a politikusoknak van rá szava, meg a politológusoknak is, meg mindenfajta újságíróknak is, hogy rendszerváltás, meg átmenet, de az embereknek van-e szavuk arra a világra, ami legjobban kifejezi a mögöttünk hagyott 15 évet, akkor általában a vadkapitalizmus kifejezést mondták az emberek. És amikor azt kérdeztem, hogy mi az, ami leginkább hiányzik az életből, a könnyebb megélhetésen túl, akkor azt mondták, hogy az összetartás, az együttérzés, az összefogás, hogy számíthassunk egymásra, hogy együtt érezzenek velünk. Nos, ezért, ha megengedik a mai találkozónk elején, én megpróbáltam a nemzeti konzultáció alapján néhány ellentét párva összefoglalni, mit jelent a mögöttünk hagyott, mit jelentett a mögöttünk hagyott 15 év, amit nevezünk vadkapitalizmusnak, és mi az a magyar szolidaritás, ami reményeink szerint, ha a dolgok jól mennek, akkor majd egy korszak neve is lesz. Mint hogy a mögöttünk hagyott 15 évnek is van egy neve, az előttünk álló 15-20 évnek is lesz majd egy neve, és reményeink szerint ez a magyar szolidaritás lesz majd. Mit takar ez a kifejezés? Nos hát... Az ellentétpár legélesebben a munka ügyében mutatkozik meg. Az elmúlt 15 évben az emberek legalábbis ezt a véleményt mondták el, a tisztességesen elvégzett munka elvesztette a megbecsülését. Ha azt kérdezik az emberektől, hogy mivel lehet ma Magyarországon boldogulni, akkor azt fogják mondani, hogy nem a tisztességesen végzett munkával, hanem jókor, jó helyen kell lenni, ügyesnek kell lenni, jól kell tudni spekulálni. Tehát a vadkapitalizmus gazdasági rendszerének egyik legfontosabb eleme az a spekulálás. Reményeink szerint a magyar szolidaritás korszakának egyik legfontosabb jellemzője az a munka megbecsülése lesz majd. Vagyis amikor azt mondjuk majd a gyermekeinknek, amikor pályaválasztási tanácsot kérnek tőlünk, hogy fiam, válasz magadnak egy jó szakmát, amit tisztességesen tanulj ki, mert egy jó szakmából Magyarországon biztosan megélhetsz majd. Ne jókor akar jó helyen lenni, az iskolában akar lenni, a munkahelyeden akar lenni, és legyen egy biztos szakmád. Ha azt kérdeztük az emberektől, hogy mi az, ami a legtöbb fájdalmat okozta nekik az elmúlt 15 esztendőben, akkor a munkanélküliség réme a munkahely elvesztésétől való félelem mellett a másik tulajdonsága ennek a korszaknak, valahogy úgy fogalmazták meg, mindenért többet fizetünk, mint amennyit az valójában él. Valójában ér. Ezt nem mindenki ilyen pontosan fejezte ki. Pesten azt mondták, hogy lenyúlnak bennünket.
A fiatalok azt mondják, hogy lúzerek vagyunk, a mások azt mondták, hogy balekok vagyunk. De ha nem ezeket a hétköznapi szavakat használjuk, hanem kicsit kitekintőbben tekintünk erre a kérdésre, akkor azt mondhatjuk, hogy Magyarországon számos szolgáltatásnak az ára az magasabb, mint a nálunk 3-4-szer többet kereső országokban. Szegényebbek vagyunk, kevesebb pénzből kell megélni, mégis többet fizetünk számos dologért. De miért tesszük ezt? Vajon jó kedvünkből van-e ez így, kedves barátaim? És ez az a pont, ahol érdemes elgondolkoznunk arról, hogy Magyarországon valójában miféle kapitalizmus is van. Piacgazdaság-e az, ami Magyarországon működik? Mi a piac jellemzője? A piacgazdaság két szóból áll. Mind a két szónak van értelme. De mit nevezünk piacnak? Most nem a modern bevásárlóközpontokra gondolok, mert azoknak semmi közük a piachoz, hanem az igazi piacra. Az igazi piacot az jellemzi, hogy senki sem kényszerítheti rá az akaratát a másik emberre. Hiába akar valaki nekem eladni valamit valamilyen áron, ha én azon az áron nem veszem meg, nem kötelezhet erre. És én hiába akarom olcsóbban megvenni tőle, nem tudom őt rávenni, hogy adja el nekem. Ő sincs kiszolgáltatva nekem, és én sem vagyok neki. Meg kell egyeznünk. A nyugat-európai piacgazdaságnak ez a lényege. A feleknek egymással meg kell egyezniük. Senki nincs abban a helyzetben, hogy rákényszerítse az akaratát a másik emberre. Nem fordulhat elő, hogy valaki úgy emel árat, hogy egyébként én nem voltam előtte abban a helyzetben, hogy véleményt mondjak, és megkíséreljen megvédeni az érdekeimet. Mi van ezzel szemben Magyarországon? Közlik velünk, hogy ezentúl a villamosenergia ára nem ennyi, hanem amannyi. És amikor menekülni akarunk ettől, és azt mondjuk, hogy jó, majd mástól fogom vásárolni ezt a szolgáltatást, akkor kiderül, hogy ez nem lehetséges. Tehát a vadkapitalizmus lényege a mai magyar gazdasági rendszerben az, hogy monopóliumok alakultak ki, amelyek erősebbek, mint mi vagyunk, amelyeknek ki vagyunk szolgáltatva, és amivel szemben nem védenek meg bennünket. Kinek a dolga volna, hogy megvédjen bennünket, kedves barátaim? Hát a verseny dolga lenne, ha egyébként mondjuk a szolgáltatók között választhatnánk. De ha már nincsen verseny, akkor van-e még valaki, akire támaszkodhatunk? Természetesen van, ez demokráciának nevezik. Hiszen lehet, hogy ők a nagyok, akik luxus profitot fizettetnek velünk, de mi vagyunk többen. A demokrácia mégiscsak egy adott társadalom többségének az érdekvédelmi szervezete. Arra való, hogy megvédjen bennünket a nálunk erősebbekkel szemben. Megvéde bennünket ma a demokrácia a luxus profit fizetésével szemben. Nem véd meg, kedves barátaim, mert ezt a jogot, a védekezés jogát a demokrácia nevében a kormánynak kell gyakorolnia. Hiszen ott, ahol nincsen verseny, a kormány mondja meg, hogy minek mennyi legyen az ára. Ma a kormány mondja meg, hogy mennyi legyen a villamosenergia ára, mennyi legyen a távfűtés ára, a gyógyszer ára, a postai szolgáltatás ára, vagy éppen a kötelező felelősségbiztosításnak az ára. Közlekedési tarifákat is ő állapít meg. Az elmúlt 15 esztendőnek, anélkül, hogy a saját lobunkat akarnám dicsérni, amelynek voltak figyelemre méltó próbálkozásai, mármint annak a korszaknak, lényegében a kormányok nem védték meg az embereket. Az indokolatlan áremelésekkel szemben nem tartották kordába a megélhetéshez szükséges árakat, nem akadályozták meg, hogy azokat az égbe emeljék, és az emberek úgy érezték, hogy a demokrácia nem védi meg őket az erősebbekkel szemben, magukra hagyta őket a kormány, a parlament és a politika. A nemzeti konzultációból ez az érzés világosan kiolvasható. Ehelyett nekünk a magyar szolidaritás korszakában egy igazi piacgazdaságra van szükségünk, ahol mi választhatunk, hogy kitől, mit, mennyiért kívánunk megvásárolni, és ha olyan erők vannak jelen a magyar gazdaságban, amelyek nem tűrik a versenyt, akkor azokkal szemben meg kell, hogy védjen bennünket a saját kormányunk, a saját parlamentünk, a saját parlamenti képviselőnk, a saját polgármesterünk, vagy éppen a saját képviselő testületünk. Ha össze akarjuk vetni ezt a vadkapitalista korszakot az általunk elgondolt jövendőbeli Magyarországgal, akkor még egy fontos különbségre fölhívhatom a figyelmet. Az elmúlt 15 évről azt is észrevették az emberek, hogy a bajok megoldását a politika leggyakrabban mindig kívülről várta. Majd csatlakozunk az Európai Unióhoz, akkor majd jobb lesz. Majd csatlakozunk a NATO-hoz, akkor majd nagyobb biztonságban leszünk. Majd jönnek a külföldi befektetők, és majd azok adnak munkát. Majd eladjuk a külföldieknek azt, amink van, és ők majd rendbe hozzák. Mindig valaki más, akire számítottunk. Soha se arra, amire mi valójában képesek lennénk. A magyar szolidaritás korszakának
Az kellene legyen az egyik legfontosabb jellemző, hogy hiszünk abban, ami magyar. Hiszünk abban, ami hazai. Hogy mi is meg tudjuk csinálni, hogy a mi vállalkozóink is elég ügyesek, hogy mi is tudunk úgy dolgozni, mint a nyugatiak, hogy nekünk is van annyi üzleti tehetségünk, mint azoknak, akik szerencsésebb országokban születtek, hogy a mi kormányunknak is lehetne annyi bátorsága, mint a nyugati kormányoknak, hogy a nyugati kormányok, ahogy megvédték a saját polgáraikat az Európai Unión belüli vitákban, arra mi is képesek leszünk. A vadkapitalizmus korszaka tehát a kívülről jövő előforrásokra akarta építeni a jövőt, a magyar szolidaritásnak pedig a saját belső magyar erőkre kell majd alapoznia. Ez a kérdés viszel bennünket oda. Ennek aztán megvan a következménye a magyar gazdaság mai mutatóiban. Nem szoktuk ezt a számot így hallani, de higgyék el, talán a legfontosabb gazdasági tényezőről beszélek. Ahhoz, hogy ma a magyar gazdaság előállítson 100 forint új értéket, ahhoz 150 forint hitelt kell fölvennie. Egyre többet dolgozunk, egyre nehezebben élünk, és nem a pénzünk nő, hanem az adósságunk, amit aztán majd másoknak vissza kell fizetnünk kamatostól. A magyar gazdaság ma nem áll a saját lábán. A magyar szolidaritásnak éppen az a legfontosabb célkitűzése, hogy végre egész Magyarországot, azon belül a magyar gazdaságot is a saját lábára állítsa. Ezt a célt szolgálja az új Széchenyi terv, amelynek megalkotója Matolcsy György úr egyébként itt van a társaságunkban. De mindennek, amit az előbb elmondtam, van következménye Magyarország lelki állapotára nézve is. Az elmúlt 15 évben hirtelen megsokasodtak azok az emberek, akik akkor érezték magukat igazán sikeresnek, ha azt látták, hogy a többiek körülöttük nem azok. Az is kellett a sikerélményhez. Ez a vadkapitalizmus sajátja. Amikor az ember úgy gondolja, hogy csak mások ellenében, mások hátán előre jutva, másokat letiporva, és csak saját magára számítva juthat előre. Mi azt szeretnénk, hogyha Magyarországon azok az emberek lennének többségben, akik úgy gondolják, hogy ahhoz, hogy igazán sikeresnek érezhessék magukat, vagy a siker mellé még boldogságérzetük is legyen, ahhoz az kell, hogy a többieket, akik körülveszik őket, szintén sikeresnek lássák. Hogy Magyarországon ne csak az juthasson előre, aki a másik hátán próbál fölkapaszkodni, aki más letipor, hanem az előrejutásnak van olyan módja is, amikor tisztességesen végezzük a munkát, összefogunk és segítjük egymást. Egy más lelkületű országot szeretnénk, mint amilyenben ma élünk. Szeretném megismételni, hogy ennek legfontosabb föltétele és kiinduló pontja az a munka. Magyarországon ma 400 ezer, a legújabb adatok szerint immáron nem is 400, hanem 436 ezer regisztrált munkanélküli van. Amikor az erre vonatkozó plakátokat kihelyeztük az országban, és megkaptuk érte a magunkét a riválisainktól, akkor 400 ezer regisztrált munkanélküli volt. Eltelt 6 hét. Most már 436 ezeren vannak. És ehhez még hozzá kell számolnunk 300 ezer olyan ember, akinek nincs állandó munkahelye. Kiszolgáltatott családokat takarnak ezek a számok. 700 ezer ember, 731 néhány ezer. Ez két megyényi teljes lakosság a Magyarországnak. Én persze mindig nagy elismeréssel hallgatom Matolcsy Györgyöt, és mindig igyekszem megérteni a gazdasági okfejtéseit, és mindig próbálom követni, hogy az export-import alakulásából majd hogy lesz Magyarországon nagyobb gazdagság. De azt hiszem, hogy abban talán egyetérthetünk egymással, abban a nagyon egyszerű mondatban egyetérthetünk egymással, hogyha a magyar gazdaság úgy lenne szervezve, hogy 700 ezer embernek munkát tudna adni, akinek ma nincs állandó munkája, akkor minden baja megoldódna a magyar gazdaságnak. Akkor nem lenne bajba az egészségügy, az oktatás, az export, az import. Jól működne a magyar gazdaság, csak az kellene, hogy az összes olyan ember, aki dolgozni akar, az dolgozhasson. Azokról nem beszélek, akik nem akarnak. Az egy másik probléma. Az is egy nagy probléma. De nem azonos azzal a gonddal, hogy 700 ezeren szeretnének minden reggel fölkelni, elmenni egy biztos munkahelyre, tisztességesen dolgozni, és egy olyan munkabért kapni ezért, amiből magukat és a családjukat el tudják tartani. Nos, ezért az előttünk álló időszak a magyar szolidaritás korszakának a legfontosabb tulajdonsága talán az kellene, hogy legyen, hogy mindenki, aki dolgozni akar, munkához jut. Nos, kedves barátaim, a kérdés úgy áll előttünk a választásokra gondolva, hogy tovább akarunk-e menni a vadkapitalizmus útján, vagy változtatni akarunk, és nem csak egy kormányt akarunk leváltani,
amely önmagában is jó mulatság és férfi munka lesz. De nem csak ezt szeretnénk, hanem ennél többet. Mert a kormányváltás önmagában nem cél, vagy legalábbis nem elég fontos cél a számunkra. Mi szeretnénk egy másik korszakot, egy a mainál egyszerűbb, simább és boldogabb életet lehetővé tevő Magyarországot is fölépíteni. És most elérkeztem ahhoz a második kifejezéshez, amit a magyar szolidaritás után még érdemes egy kicsit körüljárnunk. Ezeket a találkozókat, amelyekkel most igyekszem minél több helyre eljutni a magyar választóközönséghez, országépítő találkozásoknak nevezzük. Országépítő találkozások. Az a meggyőződésem, hogy azok, akik ma itt vannak ebben a teremben, kivétel nélkül országépítőnek tekintik magukat. Ezért nem elég nekünk csak egy kormányváltás, mert valójában az utat akarjuk megnyitni annak érdekében, hogy egy boldogabb országot építhessünk föl, mint amilyen a jelenlegi. Nos, kedves barátaim, éppen ezért mi nem érhetjük be azzal a mai napon sem, hogy csak a múltról beszélünk. Mert az országépítőnek fontos a jövő, hiszen azt szeretné elfoglalni, azt szeretné berendezni, azt szeretné fölépíteni, ezért nekünk nem csak a helyzetről, hanem a megoldásokról is beszélnünk kell. Amikor országépítésről, országépítőkről beszélek, akkor persze van itt egy magyar hagyomány is, amit szeretnénk folytatni. Hiszen Magyarország már többször is volt olyan helyzetben, mint amilyenben most van. Hogy rosszul mennek a dolgok, hogy nehéz a helyzet, hogy az orráig el van adósodva. Hogy úgy érzi, hogy néhány éve még jobb állapotban volt, és most hirtelen minden szétcsúszott, ami korábban stabilan állt a lábán. Máskor is jutottak már a magyarok ilyen helyzetbe. De amikor ez a pillanat elérkezett az ország történetében, akkor kiderült, hogy mégis azok vannak többen, akik képesnek érzik magukat arra, hogy kihúzzák az ország szekerét a kátyúból. Ők az országépítők, akik mindig, amikor baj volt, kisegítették az országot. Nekünk azért kell most országépítő találkozásokat tartanunk, mert ezeket az embereket kell összefognunk. Ugyanis nem az új kormány tudja kihúzni az országot abból a bajból, abból a gödörből, ahova jutottunk, hanem az országépítő magyar emberek közössége. Tehát az országépítőknek találkozniuk kell egymással, hogy meg tudják beszélni a jövőt. Nos, kedves barátaim, ha a jövő fontos kérdéseit vesszük számba, akkor a múlt héten Balatonfüreden az egyiket már körüljártuk. Ez a magyar gazdaság jövője. Mit kell tennünk annak érdekében, hogy a magyar gazdaság a saját lábára álljon, és olyan életet tudjon nekünk nyújtani, amit a munkánk alapján joggal várunk el tőle. A mai napra az általános politikai kérdések mellé gondoltuk, hogy beszéljünk egy másik fontos kérdésről, amely mindannyiunk életében jelen van, és a nemzet számára is az egyik legfontosabb kérdés. Ez pedig az energia kérdése. Beszéljünk arról, van-e magyar energia. Beszéljünk arról, ha nincs, hogyan lehet mégis. Van-e nemzeti függetlenség, hogyha nincs magyar energia. Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy az ország ne legyen kiszolgáltatott? Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ne egy másik országban dőljön el, hogy mennyit fizetünk, miért? Tudunk-e valamit tenni azért, hogy ne egy másik országban élő más hatalmi csoportoktól vagy emberektől függjön, hogy nekünk van-e villanyunk, gázunk, be tudunk-e fűteni? Föl tudjuk-e kapcsolni a villanyt? Mit tudunk tenni, kedves barátaim? Ezért a mai napon, ha megengedik, erről a kérdésről kellene egy kicsit hosszabban beszélgetnünk. Reszögezve rögtön kiinduló pontként, hogy az energiának két fajtája van. A természeti energia, meg az emberi energia. Az emberi energiáról is kell majd a végén néhány szót váltanunk, de ha megengedik, javaslom, hogy a teendőket és a lehetőségeket járjuk körbe, és nézzük, mi várható a világban. Mi várható a világban, hiszen minden nap kinyitjuk az újságot, halljuk a televíziót, minden arról szól, hogy nagy átalakulás zajlik a világban. Egyre több energiát fogyasztunk, és egyre kevesebb energia áll rendelkezésre. Hova tart a világ? A helyzet nem könnyű, én csak egyetlen számot fogok önöknek mondani. Kínában ma 20 millió gépkocsi létezik. Ez a 20 millió gépkocsi, ez 6 millió hordó olajat, gázolajat, benzint emészt föl. Ennek a felét termeli ki Kínába, a többit valahol máshol. Az előrejelzések szerint nincs messze az idő, amikor nem 20 millió, hanem 500 millió gépkocsi lesz Kínában. Mi lesz velünk? Itt van közöttünk Matolcsi György, akit arra kértem föl, hogy az új Széchenyi terv mellett ezeknek a nehéz szakmai kérdéseknek is legyen a gazdája a kormányzati munkára való fölkészülés során. Gyuri, megkérhetünk-e téged arra, hogy néhány szóban mondd el nekünk, hogy szerinted mi vár a világra, azon belül mi vár a magyarokra?
ha az energiáról van szó a következő néhány évben, egy évtizedben. Elnök úr, hölgyeim és uraim, forrong a világ az energia területén. 2003 óta kétszeresére nőtt a kőolajára, háromszorosára a földgáz ára a világban. Nem is teljesen érthető, hogy miért nő ilyen ütemben, bár 2 milliárd új fogyasztó lépett be Kínában és Indiában. Folyamatosan nő az egész világban az energiafelhasználás. Nem találunk annyi új lelőhelyet sem kőolajból, sem földgázból, mint amennyit elfogyasztunk. De megtörtént ez már a máskor is. 1973-ban négyszeresére nőtt, ugye emlékszünk még a kőolajár. A 70-es évek végén megint kétszeresére nőtt, tehát volt már ilyen. De valamikor a 80-es évek végére a világ Csipke Rózsika álomba merült, azt gondolta, hogy ami korábban fontos volt, az már nem számít. Nem számít például az, hogy honnan lesz az energia. Nem számít az, hogy mennyit fogyasztunk. Olcsó volt. A 70-es évek két nagy szénhidrogén árobbanása után, 80-as évek végétől nagyon olcsó lett az energia, ezen belül a kőolaj és a földgáz. Például a világ legbefolyásosabb és egyébként legjobb közgazdasági hetilapja, az Economist azt írta, hogy most már mindjárt 5 dollár lesz a kőolajár. Ezt a 90-es évek végén írták. Most az ember megnézi, ugye nem 5 dollár, tehát 60 dollár felett van. A 90-es évtizedben elaludtunk, amit korábban fontosnak tartottunk, élet, víz, energia, nemzet, család, erkölcs, hit, tudás, arról elkezdték azt gondolni, hogy nem számít. Majd az információs társadalom megoldja. Most, 2003-ban kiderült, hogy ez nem így van, robbantak az energiaárak, és egy új korszak határán vagyunk. 200 éve volt a szénnek, valamikor a 800-as évek elejétől egy szénkorszak köszöntött rá. Majd most volt egy 50 év, amikor a szénhidrogén korszak volt. A tudósok azt mondják, hogy egy új korszak, a hidrogén korszak határán vagyunk, de mint minden köztes terület, ez nagyon veszélyes, ingoványos. Belesüppedhetünk az energiaválságba, ezért a világon mindenhol új energiapolitikáról beszélnek, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban, Kínában, Indiában. 2003 óta azonban elaludt a magyar kormány, tulajdonképpen elaludt, mert nincs új energiapolitika. Mielőtt az új forrásokról beszélnénk, szerintem arról váltsunk pár szót, hogy létezik-e ma magyar kiszolgáltatottság. Nézzük például a gáz ügyében. Mennyire vagyunk mi kiszolgáltatva az oroszoknak? Beszéljünk egyenesen ebben a tekintetben. Hát keletről nyugatra ugyanaz az orosz gáz jön, úgyhogy nagyon. Tehát 14 milliárd köbmétert fogyasztunk évente földgáz. Ennek a negyedét, harmadát tudjuk itthonról kitermelni, és ez nem rossz arány egyébként Európában. A többi Oroszországból jön, hol keletről, hol nyugatról, mert nyugatról is az orosz gáz jön. Villamos energiában az egész magyar energiafelhasználás 17%-a villamos energiából jön. Ott van nekünk Paks, ami az egész magyar villamos energia termelés legfeljebb 40%-át adja. 20% szén van, a többi megint mind szénhidrogén, elsősorban földgáz és kőolaj. Gázt égetünk kell, hogy villamos energia. Gázt égetünk kell, ami Oroszországból jön. Így van, és amikor nem jön elég gáz, akkor gáz van, ugye? És akkor átállna kőolajra. De azért teljes a magyar energetikai függés a világtól. Ahogy mondtad, nemzeti függetlenség nem lehetséges energiafüggőséggel, legalábbis ilyen szintű energiafüggőséggel, és függünk még valamitől. Függünk a külső energiaszállításoktól, de függünk saját, nem hatékony energiapazarló működésünktől is. Magyarországon ma háromszor annyi energiát használunk fel egy egység, bocsánat a szóért, bruttó hazai termékért, szóval egy egység gazdasági teljesítményhez mi háromszor annyi energiát használunk föl gáz, mindenféle más, mint a nyugat-európai. Mielőtt csöprögetni kezdünk a saját házunk táján, van-e arra esély, van-e egy kormánynak értelmes cselekvési lehetősége, hogy az orosz gázon kívül, miután most attól egyoldalúan függünk, valami más beszerzési forrás után nézel, tudjuk-e lazítani más beszerzési helyek segítségével ezt a függést? Sokfajta állam létezik, fantázia dúl, mindenfajta. Irán, Törökország, 2 milliárd eurós földgázvezeték, csepp folyósított földgáz, Algériából földgáz. Lehet lazítani a földgáz függést, és kell is lazítani. Ezt úgy mondják a szakemberek, hogy diversifikálni kell a beszerzést, ugye ez szörnyű szó. De nem ez a legfontosabb megoldás,
hiszen az energia függőség... Merre, Gyuri, bocsánat, merre, merre? Az energia függőséget kellene lazítani. Tehát sokat, bocsánat, meg sokat beszélnek erről, van egy ilyen kódszó, amit a újságolvasó emberek talán már hallottak, ugye, hogy ez a Nabucco vezeték, ami elkerüli Oroszországot, máshonnan jön. Ennek a realitását te hogy látod? Időben elkészülhet-e ez? Tehát létezhet-e majd egy olyan vezetékrendszer, amely nem Oroszországból érkezik, és mégis gázol? Van-e ennek realitása? Igen, van realitása 10 év. Tehát minden egyes olyan mai magyar terv, egyébként európai terv is, amelyik az orosz gázzal kapcsolatos alternatív forrásokat futat föl, az 10 év távlatában jelent majd megoldást, lazítást, de addig például hiányoznak a tartályhajók, az a következő 10-15 évre lekötötték, például a japánok, a világ cseppfolyós földgáztartalék hajóinak a döntő többsége az okos japánok. Egyébként ugye az egész autóiparban is állnak át az alternatív energiaforrásokra. Tehát van egy 10 év, amíg az energia függőségünket kellene mindenképpen csökkenteni, a földi gáz függőségünket az orosz szállításoktól kevésbé tudjuk csökkenteni, de a földi gáztól való függőségünket keresztül. Köszönöm szépen, Gyuri, hadd kérlek meg, hogy foglald el a helyet, és majd lesz még egy kérdés, amiben szeretnék segítséget kérni tőled, de előtte, ha megengedik, a nagyból menjünk le a kicsire. Ugye a nemzet egészének ezzel a kihívással kell szembenéznie. De mivel kell szembenézni a háztartásban? Biztosan vannak közöttünk nyugdíjasok, tehát itt olyanok is, akiket el tudok érni az első sorokban. Van-e olyan nyugdíjas, akinek kifejezetten gondot okoz a növekvő energia ár? És hajlandó néhány szót mondani arról, mondjuk, hogy a nyugdíjának hány százaléka megy el rezsire, hogy volt ez egy-két évvel korábban, mire számít, hogy tervez? Van-e bátor ember közöttünk? A nyugdíjasok helyett én nem beszélhetek, azért kérdezem, hogy hátsó sorokban... Ha lássunk egy bátor nyugdíjas, bocsánat, tessék parancsolni ott hátul. Talán a Filipék tudnak adni egy mikrofont önnek. Azt tessék nekünk elmondani, hogy körülbelül egy nyugdíjas számára ez a fajta kiszolgáltatottság, hogy ön otthon ül és várja a rádióból, tévéből a híreket, hogy hogyan alakul a gázár, az körülbelül mennyire jelent húsba vágó problémát? Hát nekem, mivel rokkant nyugdíjas vagyok, és nagyon kevés a rokkant nyugdíjam, így a háromnegyed része nyugdíjamnak az energiára megy ki. Úgyhogy gyógyszerváltásra már szinte nincs is lehetőségem, mert ugye a szép gyógyszer ingyenes. És hát, mint ahogy gázáremelés sem volt, ez igen, könnyebb a helyzet. Igen, energiaáremelés sem volt, úgyhogy ez mind egybefüggő. Úgyhogy mondom, háromnegyed részét kifizettem a nyugdíjamnak. Az ön által ismert többi nyugdíjas hasonló helyzetben van-e? Igen, hát nagyjából igen. Akit én ismerek, mindenki panaszkodik, hogy lehetetlenség. Van-e esetleg a családban olyan fiatalabb ember vagy kereső, aki tudja önt segíteni? Hát az az igazság, hogy mivel szép beteg vagyok, így a fiam az beteg ápolási segélyen van mellettem, de hát... Tehát inkább, inkább ön segíti őt, ha jól értem. Igen, igen. Köszönöm szépen. Nézzünk, köszönjük szépen, hogy vállalkozott erre. Nézzünk egy fiatal házaspárt, ha van itt olyan, akinek kisgyermeke van és fűteni kell télen is. Szabad-e megkérdeznem önöktől, hogy az önök háztartásán belül körülbelül mit jelent az energia? Forrolni nem tudunk semmiképpen se a fűtenünk kell a gyerekek miatt is. De én főállású anya vagyok otthon, úgyhogy a gázra nem elég, amit kapok. És ez 4 évvel ezelőtt is így volt. A gázár az emelkedett, de az anyasági támogatás az nem. Mennyi? A férje dolgozik, gondolom, ugye? Igen, igen, igen. A teljes családi költségvetésnek hány százalékát viszi el a rezsi? Most minden energiát értsünk bele ebbe. Hát 70. 70. 3 gyerek van, és ugye most elvették az adókedvezményt, ami nekünk nagyon nagy érvágás, és rosszabbul jártunk így a dupla családi pótlékkal, ami matematikailag nem dupla. No, még itt van valaki, aki szeretne szólni, tessék parancsolni.
Köszönöm szépen a kérdést. Ha megengedi, annyi elnézést szeretnék öntől kérni, hogy erre most pontosan személyes felelősség megnevezéséig nem tudok válaszolni, de az állapotokat jól jelzi, hogy most éppen visszakapjuk a Sárospataki könyveinket, ugye? Ami valaha miénk volt, és nem kértük, hogy őrizzék, de elvitték. És ha jól hallom, akkor éppen őrzési díjat számít, ugye? Na, körülbelül ott van a többi is. Jamburg és a többi beruházásunk is. Tehát az a fajta politika, amely megpróbált a Szovjetunió hosszú távú tartós létezésére jövőt építeni, az 90-ben megbukott, és azzal sok minden lehetőség és remény is elveszett. Tehát azt hiszem, hogy ha meg is találnánk a felelősséget, ami szintén nem egy rossz mulatság, meg talán tartozunk ennyivel a történelmi tisztánlátásnak, ettől még nem oldanánk meg az energiával összefüggő jövőbeli problémákat. Van-e közöttünk esetleg kisvállalkozó, aki sok energiát fogyaszt, és esetleg tud mondani valamit arról, hogy az ő vállalkozását, az ott alkalmazott emberek számát hogyan érinti a rezsi? Egy jelentősebb áremelésre, ami ha bekövetkezik, körülbelül hogyan reagál? Hogyan reagált az elmúlt 4 évben a növekvő rezsire, hiszen kompenzáció nem volt a vállalkozásoknál, csak bizonyos családoknál. Van-e olyan vállalkozónk, aki erről tud nekünk mondani valamit? Tessék parancsolni. Egy mikrofont adnának az úrnak. Kisvállalkozásról van szó, ahol én dolgozom. 25 fővel dolgozik. Ez a kisvállalkozás, mint a családokban, itt is jelentős költséget foglal el az energiaköltség. Főleg olyan vállalkozásban, ahol fejlesztések vannak, tehát új gépeket állítunk üzembe. Most az elmúlt 4 évhez viszonyítva ez az energiaköltség közel megduplázódott. Tehát azt jelenti, hogy azonos termelésnél dupla az energiaköltség. Tehát ez hosszú távon azt eredményezi, hogy azon megtermelt profitért többet kell dolgozni, mert a költségek, tehát az energiaköltségek és az adóterhek növekedtek a 4 év alatt. Miben foglalkozik ez a vállalkozás, elmondja ezt neki? Ez egy kis vállalkozás fémfeldolgozással, rozsdamentes saváló acélok megmunkálásával foglalkozik. Tehát a jövő anyagának tekintjük ezt a... Akkor önök jól állnak, ez... Reméljük. Köszönöm szépen. Most... Jól látható tehát, kedves nagykanizsaiak, hogy nem egy elvont közgazdasági kérdésről beszélünk, hanem egy olyan ügyről, amely húsba vágó módon érint minden családot, nyugdíjas, fiatal, munkavállalót, vállalkozót, és érinti egyébként a nemzet függetlenségét is. Azért jöttünk össze, mi országépítők, hogy megnézzük, hogy mit lehet tenni. Ezen a helyzeten hogyan lehet változtatni. A legfontosabb dolog, hogy egyfajta szemléletet, lefegyverző szemléletet, azt ne engedjük magunkon eluralkodni. Ugye most különösen az előbb, ahogy beszéltünk Oroszországról, ilyen gázvezeték, japánok, és így tovább, az emberben kialakulhat egy érzés, hogy hát ezek mind nagy fiúk. Ezek erős nagy kutyák. Mi meg ilyen kicsik vagyunk. És ebben az egész ügyben nekünk nem osztanak lapot. Mi leginkább arra a fiúra hasonlítunk, aki látja, hogy a Grundon futballoznak, ő is szeretne játszani, de nem engedik, csak a pálya szélén áldogálhat, mert úgyse osztanak neki lapot. És örüljön annak is, hogyha az elgurult labda után néha elszaladhat, azt visszahozhatja. Tehát ha nem figyelünk oda, még a végén el az érzés kialakul bennünk, hiszen ha mi is arra biztatjuk saját magunkat, hogy merjünk kicsik lenni, akkor a végén még a saját súlyunknál is vékonyabbnak, jelentéktelenebbnek fogunk tűnni. Tehát az a kérdés, hogy osztottak-e nekünk ebben a kérdésben lapot. Vagy várnunk kell, hogy szerencsésen alakuljon a bennünket körülvevő világ, és kívülről várjuk, hogy ezt a bajt, ezt a kihívást, ezt a jövendőbeli átrendeződést szerencsésen illetve elszenvedjük. Nos, egy kérdést már érintettünk, ugye ez az alternatív beszerzések kérdése, amiről Matolcsi György beszélt. Meg kell próbálnunk az egyoldalú orosz függés mellé más útvonalakat is találni. Ha az ember 4-5 helyről szerez be valamit, akkor kevésbé kiszolgáltatott, mint hogyha az egyetlen helyről szerzi be. Valóban sokan érzik ma úgy, hogy Oroszországban megszülető politikai és gazdasági érdektől, vezetett döntésektől függ, hogy egyébként van-e és ha igen, milyen áron Magyarországon energiaellátás. Az előbb említettünk néhány lehetőséget,
10 év távlatában, amelyen egész Európa dolgozik, és amelyben nekünk is érdemes hallatnunk a hangunkat. Különösképpen azért, mert Ázsiából nem tud úgy érkezni a tőlünk nyugatabbra fekvő területekre alternatív gázvezeték, hogy az ne menjen keresztül Magyarországon. Tehát lehet, hogy a kitermelés szempontjából kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, de van egy fontos adó a kezünkben. Ez a földrajzi helyzetünk. Az Ázsiából jövő új vezetéknek át kell mennie a Kárpát-medencén. Át kell mennie Magyarországon, és ezért Magyarországnak ebben a kérdésben, ezekben a beruházásokban, ezekben a lehetőségekben sokkal inkább ki kell vennie a részét, mintsem, hogy passzív külső szemlélők maradjunk. Ez tehát egy lehetőség. No most, nézzük, Gyuri, ha kérhetlek, nézzük, hogy milyen más lehetőségek vannak, amelyek a saját házunk előtti söprögetésből fakad. Nézzük, hogy milyen takarékossági lehetőségeink vannak, és hogy állunk a saját energiánkkal, van-e magyar energia. Nem mindenünk van, tehát például aranyunk kevés van, de hát például van egy pazarló magyar energiafelhasználás. A legolcsóbb energia az, amit nem kell elfogyasztani, meg nem is kell megtermelni. És egyébként a környezetet is az védi a legjobban. A Széchenyi tervben, még az elsőnyi. Széchenyi tervben mi négyszeresére emeltük, jó áldásoddal, az energia takarékosságra fordítható pályázati összeget. Képzeljék el, hogy másfél év alatt egy 30-40 ezeres lakosú magyar város teljes energiafelhasználását takarítottuk meg a Széchenyi terv energia takarékossági pályázatával. Az első megoldás tehát mindenképpen az, hogyha Magyarország háromszor annyi energiát fogyaszt mindehhez, mint a nyugat-európai, európai országok, akkor csökkentsük az energiafelhasználásukat. Ehhez az új Széchenyi tervben egy jelentős, nagy alapra lenne szükség. Szükség lenne egy 50 milliárd forintos, a mai tízszeresére rúgó nagy alapra, és ebből bizony évente 100-150 ezer magyar háztartás teljes energiafelhasználását. Az energia megtakarítás az egyik legfontosabb dolog, és az energiafüggés mérséklését eredményező. A másik az alternatív energiaforrások felhasználása. Ugye gyógyvízünk van, tudjuk, de van még egy természeti kincsünk, a magyar mezőgazdaság. A magyar mezőgazdaságban olyan alapanyagok, nyersanyagok, melléktermékek jönnek létre, amelyekből a világ más táján, egyébként még Ausztriában is, biomasszát, bioetanol, biodízelt állítanak. A háztartási energiafelhasználás és a villamos energiatermelés egy részét is ki lehetne váltani, még a földgázt lehetne gyakorlatilag kiváltani, ezzel a bio alapú alternatív energiaforrással. És van még valami, ez a geotermikus energia. Ugye Magyarország a föld olyan pontja, ahol hát a történelmesen sokszor volt már nagyon meleg, de hogyha lefúrunk, akkor ugye itt sokkal gyorsabban melegszik minden. Azt tanultam, vagy olvastam valahol, hogy Új-Zéland mellett Magyarország az a másik pontja a világnak, ahol a legvékonyabb az a földkéreg, ami elválaszt bennünket a tüzes belsejétől. Így van. Új-Zéland kicsit békésebb történelmi, de ebben egyezünk. Ez egy óriási lehetőség. Tehát a hőszivattyús alternatív energiafelhasználás, a háztartások fűtésére alkalmas geotermikus energia, Izland, ez mind magyar lehetőség. Például Izlandon nagyon szellemes megoldásokat találtak arra, hogy az ott is egyébként jelentős geotermikus energiát a háztartási fűtésére használják. 70%-a az izlandi, kis ország, de azért ott ideg van, 70%-a az ottani háztartásoknak geotermikus energiával van ellátva. Tehát az alternatív energiaforrások felhasználása az egy nagyon nagy lehetőség. Itt is meg kellene célozni az új Széchenyi terven belül egy 50 milliárd forintos alternatív energia alapot, amiből, és akkor álmodjunk, merjünk nagyobb lenni. 2020-ra Magyarország a villamos energia termelésen belül legyen szénhidrogén függőségtől mentes, legyen energiafüggetlen. Tehát az energiafüggetlen... Próbáld meg ismételni? Mikor a gyűlök fölírom ezt ide? 2000? Merjünk a svédek. Írom a számot, azt mondom. A svédek célkitűzéséhez közelíteni. A svédek azt mondták, hogy 2020-ra ők a gazdaságukban villamos energiát nem fognak szénhidrogénből előállítani, mert nem biztonságos, mert nagyon drága. A számítások azt mutatják, nagyon sok szakértő dolgozott
áldásoddal ezen a programon. Nos, a szakértők azt mondják, hogy 2020-ig a magyar villamosenergia termelésből kiváltható a földgáz és a kőolaj, a szénhidrogén. És helyére biomassa és minden más. Ha jól értem, akkor Paks marad, ugye? Ez a, ebben a koncepcióban ez azt jelenti, hogy a Paksot meg kell védeni. És Paks marad. A Paksot meg kell védeni, hogy magyar kézben maradjon, mert ott is dobják körül, mint húst a légy, ugye? Tehát Paksot magyar kézben kell tartani. Ha jól értem, a Paksról szóló jelentéseket föl is kell jelentős mértékig újítani, hogy biztonságosabb és olcsóbb legyen, tehát az atomenergiával számolunk hosszabb távon is, ugye? Biztonságos energiaforrás, számolunk, és itthon van. Annak ellenére, hogy 235-es izotóból ugye 40 évi készlet van a világban, már az okos tudósok nyomon vannak, és a 238-as izotópot már kezdik úgy használni, hogy több száz évre elegendő lesz az urán és a fűtőelem. Tehát Paks biztonságosan alkalmazva a lehető legjobb, mert belső. Mit csinál a világ ezeknek? Hát a franciáknál például a teljes villamosenergia termelés 70%-a atom, tehát atomenergia. A világban ma óriási atomenergia építési láz van, de másfele is megy a világ, az alternatív fűtőanyagok felé megy a világ. Biomassa, bioanyag. Jól emlékszem a számokra, hogy Magyarországon a teljes energia szükséglet olyan 3%-át fedezzük alternatív forrásokból, és Nyugat-Európában sem sokkal több, igaz kétszeres, de csak 6%. Igen. Csak oda akarok kiukadni. Tudsz-e nekünk mondani valamit arra nézvést, hogy szerinted az alternatív energiaforrások azok hány százalékát adhatják a magyar energia szükségletnek? Mert ugye mindennek olyan kicsit romantikusnak és ködösnek tűnik. Igen. Ez a biomassa, meg a szél, meg ezek a úgymond megújuló energiaforrások. Mi, ha mind a két lábunk leír a földre, akkor reálisan ez a teljes magyar rendszeren belül az energia szükséglet hány százalékáig tud elmenni? Szóval 2003 előtt valóban nem nagyon figyeltek az európai országok sem az alternatív energiaforrásokra, mert nagyon olcsó volt a kőolaj és a földgáz. De 2003 óta valamennyi európai uniós tagállamban, a fejlettekkel mondom, Magyarország nincs közöttük, elfogadtak olyan programokat, amelyek 2015-re legalább 20%-ra teszik fel a mércét, tehát az alternatív energiaforrás 20. Ez nagyon magas, hiszen ma ugye 3% Magyarországon, a földgáz aránya a teljes magyar energia felhasználáson belül 40%. Tehát látható, hogy ha valaki ugrani akar, akkor 15-20%-ra föl lehet ugrani 10 évre. Még szerintem szálljunk 2-3 percet a közlekedésre, tehát a gépkocsira, benzin. Azt olvasom, hogy Amerikában 2 millió olyan gépkocsi van, amely már kombinált rendszeren működik, tehát akkumulátorral is, meg robbanó motorral is képes működni. Ez történelmi baleset, vagy ennek van távlata? Hát ugye történelmi balesetnek tekinthető ez a 2003-as árobbanás, amire adtak választ. A legnagyobb japán autógyár, a nevét is nem mondom, ugye válaszolt rá, és ezt a bizonyos hibrid formát alakította ki. Hihetetlen gyorsan terjed az egész világban, egyébként a szomszédos Ausztriában is, az üzemanyagoknak a nem hagyományos, tehát nem kőolaj alapú felhasználása. Itt robbanás előtt áll az ipar. Ahogy robbanás előtt áll a teljes közlekedés, nekünk magyaroknak nagyon jó lehetőségeink lennének egy olyan ipar, új ipar kifejlesztésére, ami éppen az alternatív energiaforrások eszközeit állítja elő. Hiszen a külföldiek azt mondják, hogy Magyarország Európában az egyik olyan terület, ahol a biomasszát, bioetanolt, biodízelt a legjobban lehetne használni. Tehát ipart is lehetne állatni. Ha jól értem, ahhoz fejlesztő mérnökökre és műszaki értelmiségre is szükség van. Beszéljünk egy kicsit erről a kérdésről. Ugye, ha valaki visszanéz az elmúlt 15 évre, akkor azt láthatja, hogy ha értelmiségiekről volt szó, akkor leginkább hát humán értelmiségiek jelentek meg a közéletben. Valahogy a mérnök társadalom, minthogyha eltűnt volna az érdeklődés középpontjából, minthogyha azt látnánk, hogy a mérnökök azok kevésbé megbecsültek ma, mint korábban voltak, és én nézem a beiskolázási adatokat, ott is azt látom, hogy a mérnöki szakok iránti kereslet is, minthogyha a fiatalok körében is kisebb volna. Hogy állunk ezzel? Teljes mértékben így van. Ugye az újkor új mérnöke itt toporog körülöttünk, már mászik az egyetem felé, tehát én azt is látom, hogy ilyen alternatív energiaforrásokkal fog foglalkozni. Fiatal mérnök, lehet, hogy már skiccekre jegyzi az új találmányait. Valóban Magyarországon a teljes felsőoktatási végzettségűeknek mostanában csak 4%-a műszaki és természettudományi.
tudományos végzettségű. Az Európai Unióban ennek a duplája, Kínában négyszeres. Tehát akik a jövőre gondolnak, azok a mérnökökre, a műszakiakra, a feltalálókra is gondolnak. Magyarországon meg lenne egyébként a szellemi, intellektuális háttér, csak hát ehhez másfajta gondolkodás, új politika, új gazdaság, új társadalom, új gondolkodás kellene hozzá. Üzene a Széchenyitől valamit a műszaki értelmiségünkre. Igen, ugyanis hogyha ezek az új energiamegtakarítási és alternatív energiaforrási alapok beindulnak, akkor ezek egy olyan húzóerőt adnak egy új magyar energiaiparba, amelyben a magyar mérnök, a magyar fejlesztő, a magyar agy, hát nagyságrendileg nagyobb lehetőségekkel. No. Összegezzük, hogy mire jutottunk akkor. Ha jól értem, akkor van egy helyzet, amiben nem szeretnénk belenyugodni. Ez a helyzet az az, hogy bár harmad, negyed annyit keresünk, mint az osztrákok, mégis többet fizetünk például villamos energia áráért. Nem beszélünk róla, de nap mint nap megtapasztaljuk, hogy van olyan Magyarországon energia szolgáltató és termelő tulajdonnal rendelkező külföldi cég, amely Magyarországon emeli az árát, miközben otthon csökkenti. Tehát mindennek, ha a kiszolgáltatottsággal szemben akarunk egy nemzeti stratégiát kialakítani, a kiinduló pontja, ezt is mondjuk ki, hogy a mostani állapotokat nem fogadjuk el. Nem fogadjuk el olyanoknak, mint amelyeknek hosszabb távon érvényben kellene maradniuk. Ahogy a fiatalok mondják, nem szeretnénk loser ország lenni, tehát nem szeretnénk balek ország lenni, amely balek módon mások luxus profitját is megfizeti. Ez a kiinduló pont, ahonnan elrugaszkodhatunk. Most nézzük, hogy a beszélgetés során mit láttunk. Az első, amit sikerült itt talán összegeznünk, hogy Magyarország abban a helyzetben van, nyugdíjasok, fiatalok, kisvállalkozások, munkavállalók abban a helyzetben vannak, hogy nem engedhetjük meg, hogy az energia árak olyan magasan maradjanak, mint ahol most vannak. Nem utólag szeretném igazolni a parlamentben korábban tett kezdeményezésünket, de mégis megemlítem, hogy a mi számításaink szerint lehetséges a villamos energia árának 10%-os csökkentése, ha olyan kormányunk van, amely az emberek oldalán és nem pedig a nagy tőke oldalán áll. Tehát ugyan majd tárgyalni kell ezekről a régen megkötött hosszú szerződésekről, de szerintem az Európai Unió is kifogásolja e szerződéseket, tehát sikerre juthatunk, elég erősek lehetünk, és akkor első pontként rögzítsük, hogy a villamos energia árának 10%-os csökkentését még a 2006-os évben, lehetőleg július 1-től szeretnénk megtenni. A második tapasztalat, amire jutottunk, második következtetés, hogy az nem orosz gázbeszállítási lehetőségeket komolyan kell venni, kutatnunk kell a lehetőségét, nem nyugszunk bele hosszabb távon abba, hogy a mostani kiszolgáltatott helyzetünk fönnmaradjon. A harmadik dolog, ha jól értettem Matolcsi György urat, az az, hogy egy energia árcsökkentő programot is végre kell hajtanunk, amely a takarékosság oldaláról indul, amely nem prédikál az embereknek arról, hogy takarékosabban használják fel az energiát, hanem segítséget nyújt nekik abban, hogy olyan fajta beruházásokat hajtsanak végre a lakásaikban, a kisvállalkozásaiknál, amely energia megtakarítást tesz lehetővé. A prédikáció az nem segít ebben az ügyben. Ugyanis ezek mind tőkét igénylő beruházások. Egy egyszerű nyílászáró cseréről is pontosan tudjuk, hogy mekkora összeget emész föl. Tehát ha az állam itt nem hoz létre egy alapot, amivel ezt segíthetné, nem fog megvalósulni. Hiába látja mindenki, hogy ez volna a helyes. Ha jól értettem, amit Matolcsi György úr mondott, a Széchenyi TEV részeként kialakított energiatakarékossági programban szerepel egy ilyen nagyobb terv, egy nagyobb alap, amelyhez pályázni lehet energiatakarékossági családi és vállalkozói beruházások érdekében. A következő dolog, amit összefoglalásképpen elmondhatunk, az az, hogy az alternatív energiaforrásokat meg kell becsülni. Tehát van magyar energia, és ezt a magyar energiát használnunk kell, és meg kell becsülnünk. Ehhez először is az szükséges, hogyha jól értem, jelentős költségvetési forrás biztosítsunk az alternatív energia felhasználási rendszerek kidolgozására és üzembe állítására. Ha jól látom, akkor ez az alternatív energia, ez elsősorban
a mezőgazdaság meg az energiaszektor összekapcsolásából táplálkozik. Ez nagyon fontos a mezőgazdaságból élő családok számára is, bár én hiszek abban, hogy a magyar mezőgazdasági termékek hosszabb távon is versenyképesek maradnak, ha nem engedjük meg, hogy Európa élelmiszer szemét lerakó helyévé váljunk, mint hogy a mostani kormány ezt kifejezetten kinyitja a lehetőségét, tehát ha ezt megszüntetjük, akkor szerintem a jó minőségű magyar élelmiszernek lesz piaca Magyarországon, tehát érdemes kis és közepes családi vállalkozásokat a jövőben is működtetni. Nekünk ezeknek a támogatása föltett szándékunk. De az is igaz, hogy vannak olyan részei Magyarországnak, amelyek mezőgazdasági művelésre kevéssé alkalmasak, de mégis nagyon sokan a földből próbálnak ott megélni. Ezeken a helyeken, ezeknek a vállalkozásoknak, családoknak a számára jelenthet lehetőséget, hogyha összekapcsoljuk az energiatermelést és a magyar mezőgazdaságot, úgy, ahogy néhány ország ezzel próbálkozik. Nem beszéltünk róla, de fontos ügy, nem tudom, hogy itt Nagykanizsán hogy állnak önök ezzel, ez a távfűtésnek a dolga. Korábban már mi kidolgoztunk egy rendszert erre, és úgy látjuk, hogy bár a távfűtés árának meghatározása mindenhol önkormányzati hatáskörben van, de egy országos kormányzati programmal a távfűtés árának egyharmaddal való csökkentését reális célként tűzhetjük ki. Panellakásban lakók számára, ha jól értem, ez az energia takarékossággal függ össze, az államnak támogatnia kell azokat a beruházásokat, hogy a fűtés lakásonként legyen szabályozható. Ez sem kis összeg azoknak az embereknek a számára, akik panellakásokban laknak, de a takarékosság jegyében, ha jól értem, akkor az lakásonként szabályozható fűtésrendszerek kiépítése az indokolt. Németországban az újraegyesítés után 550 ezer panellakást állítottak át. Egyenként szabályozható fűtési rendszerre, és ezek a lakások azóta sokkal kisebb rezsivel működnek, mint korábban. Az alternatív energiaforrásoknál a mezőgazdaság mellett beszéltünk ugye a geotermikus energiáról, amely ebben a pillanatban Magyarországon köztudottan gazdag a lábunk alatt, de ennek a felhasználása a gyerekcipőben jár. Erre is fejlesztési, kutatói, mérnöki programokat kell megindítani. Én fölírtam ide magamnak még egy korábbi tanulmányból, hogy a geotermikus energia, ha fűtési célú beruházással próbálják hasznosítani, akkor jó adottságok esetében Magyarország szinte egész területe ilyen, akkor 5-6 év alatt érül meg a beruházás. Tehát érdemes a lakások fűtését azokon a területeken, ahol ez a szállítás költségei szempontjából nem túl magas, erre is támaszkodnunk. Nos, összegzően tehát azt mondhatjuk, hogy Magyarországon kiválóak a mezőgazdasági adottságok, geotermikus nagyhatalomnak számítunk, és ha jól értem, akkor a magyar műszaki értelmiség, bár nincs úgy megbecsülve, mint ahogyan kellene, meg mint ahogy régen volt, még mindig elég erősnek látszik ahhoz, hogy ezeket a lehetőségeket ki tudjuk használni. Nos, kedves barátaim, örülök annak, hogy az energia kérdéséről beszélhettünk itt a mai napon, mert az ember első látásra itt érzi magát a legkisebbnek. És látják, egy olyan ügyben, ahol az ember a leginkább kiszolgáltatottnak érzi magát, itt is van lehetőség, hogy a kiszolgáltatottságának mértékét csökkentse. Itt is van valamilyen út, mód arra, hogy ne mások lábán, hanem a saját lábunkon álljunk. Itt is van valami Magyarországon, amit ha okosan használunk föl, akkor támaszt és biztonságot nyújthat a magunk számára. Ezt azért tartom fontosnak itt is elmondani, mert majdnem mindenhol meg szokták tőlem kérdezni azt, szűkebb beszélgetésekben, hogy van-e egyáltalán értelme a választások megnyerésének. Hiszen az ország olyan rossz állapotban van. Ugye? Van-e értelme az energia kiszolgáltatottsággal szembeni megoldásokról gondolkodni, amikor hát olyan nagyok a többiek, meg olyan kicsik vagyunk. Ugyanarra a srófra, a rugóra jár mind a két kérdés. És mindenhol azt mondom, most az energia területén tudtuk ezt példázni, hogy nincsenek lehetetlen helyzetek. Amikor az országépítésről beszéltem, mondtam már, hogy Magyarország nem először van olyan helyzetben, amikor rosszul mennek a dolgok, amikor rosszabbul élünk, amikor rosszabb Magyarország gazdasági életszínvonalbeli helyzete, mint amit egyébként az adottságai indokolnának. És mindig kilábaltunk ebből a helyzetből. A magyarok országépítői, azok nyugodtan felírhatják maguknak a szoba falára azt, hogy soha senki nem tudja úgy tönkretenni Magyarországot, hogy mi, az országépítők, ne tudnánk akár nulláról is újjáépíteni, mert ez már sokszor sikerült a történelem során. Tehát
Tehát még a legnehezebb kérdés esetében is, mint ami az energiakiszolgáltatottság, itt is van megoldás, nincs tehát okunk arra, hogy ölbe ejtsük a kezünket, hogy feladjuk, hogy lemondjunk, hogy beletörődjünk. Nos, így jutottunk el, innen jutunk el az emberi energiához. Ugyanis jól látható, az előbb elmondott néhány mondat jól mutatja, hogy nem csak természeti energia létezik, hanem emberi energia is. Az emberi energia az nem más, mint az ész meg a hit, a szív és az agy, a tudás meg az önbizalom. Amikor az ember bízik abban, hogy nem véletlenül kapta az eszét, hanem azért kapta, hogy azt használja és megpróbálja vele megoldani a bajait. Magyarán azt szeretném mondani önöknek, hogy a saját képességünkbe vetett hit nélkül semmilyen kérdést nem tudunk megoldani. De ha a saját képességeinkben hiszünk, akkor minden nehéz kérdésre találunk valamilyen mértékű megoldást. Éppen ezért fontos, hogy mondjuk ki, hogy a parlamenti választás nem csak arról szól, hogy megoldjunk szakmai kérdéseket, hanem hogy Magyarország egy olyan ország legyen, amely nem a vesztesek országa. Ahol nem mentjük föl magunkat azzal a népszerű mondattal, hogy nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos. Ahol nem könyveljük-e magunkat eleve lúzernak. Ahol nem vagyunk eleve balekok, hogy mindenbe belenyugszunk, ami egyébként nem tetszik, vagy helytelennek látszik az élet normális rendjéhez képest. Fontos, hogy Magyarország egy olyan lelkületű ország legyen, ahol az emberek hisznek a saját képességeikben, hisznek a saját tudásukban, ahol hisznek abban, hogy van jövője magyarnak lenni. Az országépítők azok általában büszkék arra, hogy magyarok. Mi mindannyian, akik itt vagyunk, szerintem büszkék vagyunk arra, hogy magyarok vagyunk, és azok is szeretnénk maradni. De kedves barátaim, lássuk be, hogy nehéz a gyerekeinknek is átadni ezt a büszkeséget, hogyha ők azt látják, hogy egyébként egy mindenben beletörődő, mindent lenyelő, mindent kifizető, mindenben engedelmeskedő, mindenben saját útját járás helyett mások lépéséhez igazodó országpolgárai. Valójában az áprilisi választások nem csak az energia kérdéséről szólnak, nem csak a nyugdíjasok villanyszámlájáról szólnak, bár arról is. Nem csak a munkahelyekről, amely a vállalkozásoknál jöhet létre, illetve ott kell megvédeni, és nem csak a fiatal házasokról, hanem a saját gyerekeinkről is szól. Olyan lelkületi országban nőnek-e föl, ahol azt tanulják meg, hogy magyarnak lenni büszkeség, lehetőség, és ha okosan élünk a tudásunkkal és a lehetőségeinkkel, akkor Magyarország egyről a kettőről, kettőre, ötről a hatra juthat. Vagy marad az, ami most van. Beletörődés, belenyugvás, örüljünk annak, ha nem rosszabb a holnap reggel, mint amilyen a tegnap este volt. Én mindig el szoktam mondani, engedjék meg, itt is megismételjem. 1998 és 2002 között nem azért tudtuk felemelni több mint kétszeresére a minimálbért. Nem azért tudtuk a munkanélküliséget leszorítani, a pénzromlás ütemét lassítani. Nem azért tudtuk bevezetni az új családtámogatási rendszert, az új otthonteremtési rendszert. Nem azért tudtunk egyetemet építeni Erdélyben, nem azért jött létre a státusztörvény meg a magyar igazolvány, mert jó kormánya volt Magyarországnak. Nem ezért. A jó kormány sose árt, hanem azért, mert Magyarország abban a lelki állapotban volt. Abban a lelki állapotban hozta saját magát, hogy elhitte, hogy olyasmire is képes, amiről korábban azt hitte, hogy soha az életbe nem lesz képes teljesíteni, nem tudja azt a magasságot átugrani, nem tudja megvalósítani. Ha azt mondtuk volna 98 tavaszán vagy őszén, hogy a minimálbért kétszeresére fogjuk emelni, mindenki nevetett volna. 2000-ben már mindenki várta. Ha azt mondtuk volna 98-ban, hogy magyar egyetemnek lenni kell, és a magyarok kárpát-medencei közösségét újra létre kell hozni, 98-ban a választásokkor még mindenki inkább csak reménykedett és a fejét ingatta volna. De 2001-ben már követelte mindenki. Mert egy országnak van közös lelke. És Magyarországnak ma nem csak a gazdasági számai a betegek, hanem a lelke is. Nem hisz saját magában, nem hisz a saját megoldásaiban. Ehhez természetesen arra van szükségünk, hogy olyan kormány alakuljon, olyan kormánya legyen Magyarországnak, amely szolidáris velünk. Amely szolidáris velünk, magyar emberekkel. Úgy kell berendeznünk a világot, ez dolga a parlamenti képviselőknek, dolga a kormánytagoknak is, a miniszterelnöknek is, és aztán persze dolga a magyar polgároknak is, hiszen nekik kell ezt kikövetelni, hogy Magyarország olyan hely legyen, ahol a magyar ember a legfontosabb. Lezárult az a korszak, amikor mindenki más fontosabb volt nálunk, mert kívülről másoktól vártuk a megoldásokat. Egy olyan korszaknak kell bekövetkeznie, ahol a magyar ember a legfontosabb. Legyen szó közbeszerzésről.
közbeszerzésről. Az adófizetőknek a pénzéből megvalósuló beruházások 70-80%-át ma külföldiek viszik el. A többi marad nekünk, magyaroknak. Nyugaton pontosan fordítva van. Az adórendszer kifejezetten a külföldi befektetőket segíti, a magyar kis- és középvállalkozókat inkább bünteti. Az egész magyar adórendszerről azt lehet mondani, hogy bünteti azt, aki vállalkozni akar, azt, aki munkát akar vállalni, bünteti azt, aki gyereket nevel, és bünteti azt, aki magyar, mert hátrányba hozza a külföldiekhez képest. Most, kedves barátaim, amikor magyar energiáról beszélünk, akkor emberi energiáról is beszélünk, és nem csak a természeti energiáinkat kell okosan felhasználni és felszabadítani, hanem az emberi energiáinkat is föl kell szabadítani az április 9-én esedékes választásokon. Nekünk egy olyan kormányra van szükségünk, amely magyar szemmel nézi a világot. Magyar fejjel gondolkodik, és magyar szívvel érez. Nos, de kitől várhatja az ország ezt a változást, ha nem tőlünk, kedves barátaim? Most nem a Fidesztől meg pártokról beszélek. Kitől várhatja az ország ezt a lelki változást, ha nem az országépítő emberektől? Azoktól, akik persze végzik a saját dolgukat, de mindig fontos volt számukra, hogy az országból, a nemzetből mi lesz. Kitől várhatna az ország ezeknek az energiáknak a felszabadítását, ha nem önöktől, kedves barátaim? A legfontosabb tehát, hogy az országépítők tudjanak egymásról. Hogy ismerjük egymást, nevezhetjük ezt polgári, nemzeti és keresztény értékrendet való emberek közösségének, de nekünk tudnunk kell egymásról, és egymásra kell elsősorban számítanunk. De nekünk nem csak a saját lelki energiáinkat kell felszabadítani, hanem azokét is, akik ma még nem látnak ki a napi gondokból. Akik azért nem tekintik magunkat országépítőnek, mert a saját világuk építésére vannak elfoglalva, mert azzal is nehezen birkóznak meg, mert betegek, mert magányosak, mert idősek. Tragédia érte őket az életben, mert nem látnak ki a napi gondokból. Nekünk, országépítőknek velük is kell foglalkoznunk. Számukra is lehetőséget kell teremteni. Ezért világosan meg kell mondanunk, hogy a magyar szolidaritás az nem csak lehetőséget teremt azoknak, akik éreznek magukban erőt, hogy boldoguljanak, hanem segítséget is jelent azoknak, akiknek nem lehetőségre, hanem segítségre van szükségük ahhoz, hogy tudjanak élni a jövő kínálta lehetőségekkel. A szolidaritás tehát lehetőség és segítség egyszerre. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Április 9-én választások lesznek. Beszéljünk erről is egy kicsit. Négy évvel ezelőtt jártam itt önöknél. Sok szerencsét nem hoztam önöknek. Tekintettel arra, hogy akkor elvesztettük a parlamenti mandátumot. Azért jöttem, hogy ezt kijavítsuk, ezt a hibát. Én is a magamét elvégezem ebben a munkában. Ilyenkor a pártok osztanak-szoroznak. Osztanak-szoroznak. Mindenki számolja, hol, mi, mennyi mandátum, hogy lesz ebből többség. Én az okoskodó számítgatások helyett azt az egyszerű mondatot egyszerűségében is talán védhető mondatot szeretném mondani önöknek, hogy Nagy Kanizsa nélkül nem lesz polgári kormány Magyarországon. Amikor ez a mandátum... Amikor ez a mandátum a luxus baloldal kezére jut, amikor Nagy Kanizsáról is azok kapnak főhatalmazást a kormányzásra, akinek a kormányzás az elsősorban üzlet, és Magyarországot is egy részvénytársaságnak képzelik el, akik arról oktatgatják Magyarországot, hogy soha még ilyen jól nem éltünk, hogy nagy a jólét, hogy dübörög a gazdaság, és bennünket irigyelnek a németek, a franciák, meg már mindenki a világon lassan. Szóval amikor Nagy Kanizsáról is ezek a politikai erők kapnak megbízást, akkor higgyék el, nincs az országban máshol annyi erő, hogy ezt ellensúlyozzuk. Nagy Kanizsára szükségünk van, Nagy Kanizsa nélkül nem fog menni. Kérem az önök támogatását a Fidesz Magyar Polgári Szövetség számára. Nagy Kanizsa nagyváros, de azért a magyar vidékhez tartozik. A vidéki Magyarországnak is össze kell magát szednie. Az elmúlt négy évben vidék ellenes kormányzás volt Magyarországon. Felszámolták a kispostákat, az iskolákat, orvosi rendelőket,
a vidéki élet megbecsülése mélypontra jutott. A vidékeknek igazuk van, amikor mindezt szóvá teszik. De azt tudom nekik mondani, néma gyereknek anyja se érti a szavát. Ha a vidékiek, beleértve a vidéki városokat is, hagyják, hogy az ország sorsában az indokoltnál nagyobb arányban essék latba Budapest súlya, meg az igazán nagy megyei városok súlya, akkor utána már nem tudunk szót emelni, ha a soron következő 4 év döntéseiben mellőzik a vidéki emberek érdekeit és szempontjait. Ennek a választásnak az is tétje, hogy a vidéki Magyarország magára talál-e. Hajlandó-e kikérni a saját részét a saját sorsából? Hajlandó-e olyan arányban részt venni a választásokon a vidéki Magyarország, mint ahogy egyébként a nagyvárosokon sem Budapest teszi? Én erre nézve biztató jeleket látok. Úgy látom, hogy a magyar falu megmozdult. Ez a Magyar Gazdák Országos Szövetsége által végzett 4 kemény érdekérvényesítő évi munkának is eredménye, meg persze az elmúlt 4 év gyötrelmeinek is hozadéka. Tehát a vidéki, falusi Magyarország megmozdult. Én e tekintetben, ha biztos nem is lehetek, mert hát ugye kilátja a jövőt biztosan, de úgy érzem, hogy a falusi Magyarország nagyon régen vett részt olyan magas arányban a választásokon, és adott olyan nagy súlyt a szavának, mint ahogyan ezt majd most április 9-én megteszi. A bajt inkább a nagykanizsa féle városokban látom. Ez egy nehezebb kérdés. Ez már vidék is, meg már város is. Én arra szeretném kérni önöket, hogy Nagykanizsán azt érjék el, hogy a választási részvétel aránya legalább annyi legyen, mint Budapesté. Erre szeretném kérni önöket. Annyi embert vigyenek el szavazni, mint amennyien el fognak menni arányaikban a budapestiek. Hogy a vidék és Budapest közötti egyensúly meglegyen. Nem akarunk többet, nem akarunk vidéki túlsúlyt, de egy egyensúlyt, egy tisztességes egyensúlyt mindenképpen szeretnénk. De ez magától nem jön létre. Ehhez és ezért önöknek kell hozzájárulniuk, és önöknek kell tenniük. Ezért arra szeretném kérni önöket, hogy mozgósítsanak. Az április 9-i választások nem az ilyenfajta mai beszédeken és találkozókon dőlnek el. Ezek fontosak, mert erőt adnak nekünk. Látjuk, hogy milyen sokan vagyunk. Még soha nem voltunk ilyen sokan. A polgári nemzeti keresztény értékrendet való emberek közössége Magyarországon még soha nem volt ilyen bátor, jó szervezett és elszánt, mint éppen a mai napokban. Ezt tudjuk. De ez kevés lesz. Ennek nem csak abban kell kifejeződnie, hogy mi mindannyian elmegyünk választani, hanem hogy mindannyian annyi embert viszünk el választani, amennyit csak lehetséges. Egész egyszerűen azért, mert a nagykanizsai magas részvétel nagy valószínűséggel a polgári erők győzelmét segíti elő. Tehát a demokrácia iránti tiszteletünk is kifejeződik ebben, és egyébként a saját malmunkra is hajtjuk a vizet, ami szerintem nem elvetendő egy parlamenti választás esetében. Úgyhogy okos, elszerűek is vagyunk, és okosak is vagyunk. Elvileg is helyes döntést hozunk, és hasznos döntést is hozunk, ha Nagykanizsán megpróbálunk minél több embert elvinni a parlamenti választásokra. És könnyen lehet, kedves barátaim, hogy Nagykanizsán fog megfordulni az ország sorsa. Volt már a világtörténelemben nem egy és nem két olyan eset, amikor egyetlen vokson múlt egy nemzet jövője. Mondjuk, hogy Franciaország királyság legyen, vagy köztársaság, az egyetlen vokson múlott. Lehet, hogy egyetlen nagykanizsai vokson múlik majd, hogy miféle kormány alakul április 9-e után, következésképpen milyen irányba halad majd Magyarország az előttünk álló 4 évre. És én csak azzal tudom önöket biztatni, hogy higgyék el, hogy ez a választás túl energián, gazdaságon mégiscsak arról szól, hogy a gyerekeink megismerik-e majd azt az érzést, vagy sem, amiben mi fölnőttünk. És ami arról szól, hogy mi a pakliban csak a legkisebb lap vagyunk, és a Grundor érkezett új fiúként annak is örülni kell, hogyha nem zavarnak el bennünket a pálya széléről. Megismerik-e ezt az érzést a gyerekeink, vagy ettől teljesen szabadon fognak fölnőni? Mert ez a kérdés dől majd el április 9-én nekünk. Egy büszke. A magyar embereket megvédő, a magyar kultúrát védő, igazi nemzeti kormányra lesz szükségünk. Nem pártra akarunk szavazni, még csak nem is egyszerűen egy szövetségre, hanem egy jövőt akarunk választani, és nem csak a magunk számára, hanem a gyermekeink számára is. Azt szeretnénk, hogyha nem mennének el Magyarországról, vagy ha mégis elmennek, mert a kalandvágy már csak ilyen, akkor legyen egy biztos hely, ahova visszatérhetnek, ahol együtt nevelhetik velünk az unokáinkat. Azt szeretnénk, hogy a gyerekeink ne lesajnálva gondoljanak arra, hogy magyarok,
hanem azt a nemzetet lássák a mi közösségünkben, amely képes a következő 10-15 évben egyesíteni a Kárpát-medence minden magyarját, létrehozni egy erős nemzetet és egy egész erős kárpát-medencei gazdaságot, amely az Európai Unióban nem a legkisebb lap, hanem egy figyelmen kívül elmagyható tétel lesz majd. Ahogy Széchenyi mondta, saját korának keserveit kifejezve ebben a mondatban, magyarnak lenni felemelő érzés, de nem kifizetődő dolog. A most esedékes parlamenti választásoknak úgy is meg tudom fogalmazni a tétjét, hogy sikerül-e olyan kormányt választanunk, hogy a következő esztendőkben magyarnak lenni ne csak felemelő érzés, hanem kifizetődő dolog is legyen. Ehhez kívánok önöknek sok erőt és jó egészséget. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Majd kívül, jó?